Köszöntöm a kedves nézőket, önök a legújabb híradónkat látják. Kenyér Pékség és Blaha Lujza cukrászda névvel kezdte meg hétfőn a munkáját Szabadkán a helyi Caritas Péksége, illetve cukrászdája az egykori Zvezda mozi épületében. A többféle kenyér mellett édes és sós süteményeket is vásárolhatnak a polgárok, de mára már elfeledett helyi specialitások is szerepelnek a kínálatban. A Caritas legfőbb célja a vállalkozás elindításával az volt, hogy munkahelyet biztosítsanak. A két új üzlet megnyitóján részt vett dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselő Testület elnöke, Hajnal Jenő az MNT elnöke, illetve munkatársaik és más meghívottak. A valamikor Zvezda mozi épületében kialakított pékségben és cukrászdában adalékmentes hagyományos módon készült kenyeret és egyéb cukrász és péksüteményeket lehet vásárolni, fogyasztani. Holló Dániel a topolyai helyi közösség tanácselnöke, valamint Fekete Bánov Ágnes a végrehajtó bizottság elnöke, dr. Illés Csilla a topolyai egészségház igazgatójának társaságában megtekintették a főutcában található 2-es számú rendelő felújítási munkálatait. Elhangzott a helyszínen, hogy a kivitelezőnek 60 munkanap áll rendelkezésére a felújítási munkálatok befejezéséhez. A munkálatok szeptember 1-én kezdődtek, a beruházást a helyi járulékból pénzelik mintegy 1,5 millió dinár értékben. Mivel korábban ott gyógyszertár is működött, most annak a helyén is rendelőt alakítanak ki, és a Csantavéri úton, illetve a Karkatúr részben lakóknak nem kell kötözésre, rutin vizsgálatokra az egészségház központi épületébe menni. Holló Dániel elmondta, hogy a felújítási munkálatok az év végéig elkészülnek, az eddigi kevésbé hatékony árammal működő fűtést korszerű gázfűtés váltja fel. Topolyán a hivatalos kimutatás szerint a 120-at is meghaladja a regisztrált koronavírusos betegek száma. A dr. Hadzsi János egészségházban a COVID rendelő minden nap szombaton és vasárnap is 7-től 22 óráig fogadja a pácienseket. Éjszaka a sürgősségi osztályon kell jelentkezni. Az oltópont 11-től 16 óráig fogadja az oltásra jelentkezőket, szombaton 8-től 14 óráig, vasárnap szünnap. A COVID rendelő száma 024-773-193, az oltópont a 024-773-166-os számon érhető el. A Topolyai Napok rendezvénysorozat keretében adták át a Nagyapáti Kukacz Péter képzőművészeti díjat Sinkovics Ede topolyai származású képzőművésznek. A díjat Ninkov Kovacsev Olga, Klájo Adrián és Csárnik Attila elnök összetételű bíráló bizottság döntése alapján ítélték idén oda. A Nagyapáti Kukacz Péter képzőművészeti díjat 1973-ban a községi képviselő testület és a Képes Ifjúság folyóirat alapította. Főleg balra, főleg a művészet és elsősegély munka című sorozatomat hoztam kiállítani. Tehát az egész kiállítás egy ilyen munka kiállítás. Hirtelen kaptam egy kicsit az infót, hogy díjazott lettem, és nem tudtam egy egész anyagot hozni újat, úgyhogy ilyen félkész bemutatkozó ez az egész. Tehát egy ilyen műhely munka, és ez a művészet és elsősegély sorozatomból van 4 darab, meg 2 kép a hamis mitológiából, ami szintén most van nálam a műteremben feldolgozás alatt, és van itt egy preparált zongora is kenderrel egyébként, ami tulajdonképpen most ez a környezetvédelmi ügyeimet erősíti, bemutatni, és azzal szerettem volna egy ilyen installációt, meg egy remake-et a preparált zongorákra, mert hogy életemben nem csináltam még preparált zongorát, és adott volt a helyzet. Hát igyekszem mindig helyi ügyekben kitalálni a dolgokat, mit kell csinálni, tehát ne kelljen túl sokat gondolkodni, és adottak voltak ezek az ügyek, hogy improvizálhassak erre történetre. Szombaton mézvásárt tartottak a Juhász Erzsébet könyvtár mögötti szökőkút körül a Topolyai Méhész Egyesület szervezésében. A rendezvény kezdetén Szakály József címzetes prépost plébános és Szrubiszláv Stojanov a pravoszláv egyház közösség tiszteletesen mondott áldást. Közreműködtek a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ, a Vuk Karadzsic Szerb Művelődési Központ hagyományőrző csoportjai, illetve a Bambi iskoláskor előtti intézmény kicsinyei. A Topolyai Méhészeket Egyesítő Szervezet elnöke Mirko Spasojevic elmondta, hogy az idén ugyan elmaradt község egyik legnépszerűbb rendezvénye a színes felvonulással gazdagított mézkarnevál, de legalább a kiállítással sikerül az egyik legnemesebb hivatásra, a méhészetre ráterelni a figyelmet.
15 kiállító kínálta a folyékony aranyat, kevés kivétellel valamennyien községbeliek voltak. Mi első alkalom óta itt vagyunk, és bemutassuk a termékeinket. Milyen véleményen van egy ilyen kiállításról az első évekhez hasonlítva? Hát úgy néz ki, hogy mintha a méhészek nagyobb érdeklődést mutatnak, és mintha a méhtermékek utáni érdeklődés is, mintha több ember volna, és kicsit kíváncsisabbak, jobban kóstolnak, vásárolnak. Talán visszatérünk a természethez? Hát igen, ezekre a méhtermékekre, mivel jótékony hatása is van a szervezetre, az emberek kezdenek hozzáfordulni, főleg ebbe a vírusos helyzetbe, hogy mondjam így. Hány éve foglalkoznak ezzel? Méhészkedéssel 30 éve foglalkozunk a feleségemmel, amióta összekerültünk valójába. Az idén egy közepes évet zártunk, így tudnám mondani, hogy az idei év egy közepes év volt. A méhtermékek közül mindenféle méhtermékünk van, virágpor, viaszk, lépesméz, többfajta mézet tudunk kínálni, propoliszt, és hát a méhtermékek mellett mézből pálinkát és bort is készítünk, és akkor ezt is elhoztuk ide a fogyasztóknak, a vásárlóknak, hogy megkóstolják, esetleg vigyenek belőle. Talán a mézes pálinka vagy a mézpálinka az már ismert dolog, de egy mézbor, azt hiszem, hogy egy kis magyarázatot követel. Hát ez a miénk, ez konkrétan egy mézből erjesztett bor, ez nem egy új dolog, a legősibb alkoholos italok közé tartozik, a germán isteneknek volt a fő itala valamikor, nagyon régen még léteztek istenek. Nem egy mézes bor, egy alap borhoz tesszük hozzá a mézet, hanem kimondottan mézből erjesztük, és egy desszertbor jellegű ital. Azt mondják, hidegen kell használni, inni. Hát igen, behűtve, akkor egy kicsit kellemesebb, mint a meleg bor valójában. Konkrétan a méhkaptár utáni támogatást azt kihasználjuk, az 720 dinár volt a tavalyi évben, amit minden méhcsalád után megkap a méhész, hogyha igényeli, ezt kihasználjuk. Emígy valójában a fejlődésünket, hát nem akarom mondani, így gépesítésben, technológiában elég jó fel vagyunk fejlődve, úgyhogy konkrétan nem tervezünk most előrelépni. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő javítási munkálatok miatt szeptember 22-én szerdán 9-től 10 óra 30-ig áramszünetre számíthatnak Bács-Feketehegyen, a Verbászi úton és a Nyegoseva utcában, 10.45-től 12.15-ig pedig a temető és a Vasút utcákban maradnak áram nélkül a polgárok. Ugyanezen a napon 9-től 13 óráig Kishegyesen is áramkimaradásra számíthatnak, a Hajnal, a Fehér Ferenc, a Szőlő sor, a Kendergyár és a Dudás Kálmán utcákban. Iván Gudeny egykori jugoszláv válogatott horvát labdarúgó látogatott Topolyára. Zsemberi János klubelnök vendégeként megtekintette az impozáns új stadiont, valamint az edzőkkel kimerítő eszmecserét folytatott az edzési módszerekről és trendekről. Palágyi Szabolcs a TSC vezérigazgatója elmondta, hogy megtiszteltetés, ha ilyen nemzetközileg is ismert labdarúgók látogatnak el hozzájuk. Ismét egy nemzetközileg is ismert és elismert labdarúgó látogatott el ide a TSC stadionját megtekinteni. Igen, a vendégünk a mai napon Iván Gudeny, valamikori nagyon ismert jugoszláv válogatott labdarúgó, a Spliti Hajduk volt játékosa, egy olyan játékos, akinek valamikor én is követtem a karrierjét, és tényleg egy olyan játékosról van szó, aki én azt mondom, hogy nagyon, nagyon sok szimpátiára lehet akár itt a mi környezetünkben, vagy az egész valamikor a Jugoszlávia területén. Büszke vagyok arra, hogy sikerült ilyen ismert embereket Topolyára ide vonzani hozzánk. Én azt mondom, hogy oké, hogy ez a stadion, az akadémiánk, ami van, a klubunk, a TSC, valamint az elnökünk Zsemberi Jánosnak is köszönhető, és Bognár Miklós barátunknak is. Tehát ez egy ilyen, én azt mondom, hogy ez a barátság és mindaz, amit meg tudunk mutatni az embereknek, ez úgy összejött, és Iván Gudeny ma is itt van velünk. Úgy terveztük, hogy megmutatjuk neki, hogy valójában milyen feltételekkel rendelkezünk, és ez mellett még el is fogunk vele beszélgetni, elbeszélgetnek vele az edzőink, mert én úgy látom, hogy az akkori, valamikori
labdarúgás, amikor 27-28 évesen tudtak csak külföldre távozni a Jugoszlávia területéről a játékosok, és a mostani, hát én úgy mondom, hogy a fiatal játékosnak a szallagon termelése külföld számára, ez valahogy úgy elütés, és pont itt várom ennek a beszélgetésnek a lényegét, és hogy ez a mai fiatal edzőink, valamint Iván, aki valamikor még azok a föltételek között, valamikor föltételek között játszott, hogy ez valahogy egy ilyen beszélgetés mellett majd úgy találkozzon. Tehát a valamikori labdarúgás és a mostani labdarúgás találkozását várom itt fönt a konferencia terembe, és hát tényleg büszkék vagyunk arra, amink van is, és arra is, hogy ilyen nagy nevet tudtunk vendégül látni. Nézzük egy kicsit a szuperligás csapatnak a startját ebben az idényben, a szuperligában. Ugye lehet bizonyos momentumokat esetleg kritizálni a csapat játékában, de én azt mondom, hogy összességében nagyon jól kezdett a csapat, és hát ugye, hogyha a kitűzött cél ismét Európa, akkor ez egyelőre ott van a célkeresztben. Igen, hát most, hogy kell-e foglalkoznunk kritikákkal, vagy nem kell foglalkozni kritikákkal, én azt mondom, hogy az az első bajnok idényünk után, amelyet lejátszottunk a Szuperligába, ez a második legjobb kezdetünk. A tavalyi például nem kezdődött ilyen jó. És azt tudom mondani, hogy a csapatunk elég szép pontszámot szerzett, és ez a jelenlegi helyezés a táblázaton, ez egy szerintem reális helyezés, amely mutassa a csapatnak az erejét is. Érkeztek játékosok, akik erősítésként lettek idehozva, és ezt bizonyították is. Sajnos még vannak olyan játékosaink, akiknek a szereplése nem 100%-os, mert sérülésből jönnek vissza, de én azt mondom, hogy most jön majd egy olyan periódus, amikor játszunk mérkőzéseket akár a Vojvodina, akár a Csukaricski ellen. Tehát szerintem itt, ahol most vagyunk ezen a helyen, ha ezt a Csukaricski, valamint a Vojvodina elleni mérkőzésen is tudjuk produkálni, és jó eredményt tudunk elérni, akkor én gondolom, hogy ez a mostani helyezésünk akár a bajnokság első részének a végéig is állhat és lehet. Persze minden mérkőzésnek megvan a maga meséje. Én azt mondom, hogy fókuszáljunk a következő mérkőzésünkre a Napjadek ellen, és utána majd meglátjuk, hogy valójában ez a csapatnak ez a kezdés, ez tényleg olyan jó volt, de érzem a csapatban az erőt, érzem azt, hogy jó játékkal és közönség csalogató játékkal oda tudunk jutni, hogy pontokat is szerzünk, ami nekünk nagyon fontos, és hát valójában mi mérkőzésre gondolkodunk, és az a fontos, hogy minden mérkőzésből pontot, illetve pontokat tudjunk szerezni, mert azt tudja csak biztosítani nekünk ezt a helyezést. Szerdán már reggel megnövekszik a felhőzet, ekkor még csak északon, északkeleten, majd napközben már többfelé eleredhet az eső. Délután előbújik a nap, egyre kevesebb helyen eshet. A többfelé szeles időben csupán 12-től 17 fok várható. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenütt számíthatunk, de délután már több lesz a felhő. A legtöbb napsütésre a Dunántúlon van kilátás. Említésre méltó csapadék nem várható. Időnként élénk lehet a nyugati-délnyugati szél. Hajnalban 1-től 9, délután 16-tól 22 fokot mérhetünk. Pénteken erős viharos északnyugati szél várható. Délelőtt több, délután kevesebb felhő lesz az égen, a napos időben szinte mindenütt ismét 20 fok felett alakulnak a csúcsértékek. Szombaton csillapodik kissé a szél, napos idő ígérkezik. Visszatér a meleg, 22-től 27 fokig emelkedik a hőmérséklet.